Nem is tudom én, hány állat van ebbe a csordába. Hát egy 50 körülben, de ez csak egy része. Csak egy harmata. Uh-huh. Ez csak egy része. Jajajajaj. A mezőre. Nincsen pastor, amelyik állandóan velik járjon. Értem. És ezért vannak így bepasztor. Egészség! Széle járnak. Mennyi tehén van a csordába? Tessék? 60? Na, még így is egy fotót készítek. És megjelent egy lovasze. Ú, azt a neki az mekkora egy ló. Hú, basszus. A szép nagy ez a ló. Hát nem húz jobbra, balra egy kicsit a fogat, hogy az a ló az mennyivel nagyobb? Jó napot kívánok, Fagyas Péter vagyok, örvendek. Örvendek. Ez... Azt a hangja is van jó nagy. Ez milyen fajta, vagy milyen? Magyar hidegvérű. Aha. Aha. Ez hány mázsás lehet ez a ló? 8. 8 már? Hát gyönyörű nagy ló. Azt a betyár minden. Tessék? Batancsuk a csitkót mellette. Ez csikó? Igen, ez második befogás. Aha. Második befogás neki. Aha, aha, értem. Tehát akkor most ilyen betanító úton vagy. Igen, megvan. Van. Jó. Regék erről a dombokról. Igen, vannak regék ezek. A tócsony, ez erről felül. Azt hogy hívják? Tócsony. Tócsony? És miért tócsony? Hát úgy nevezték el. Falurész. Igen, aha. És ez a domb és tócsony, úgy hívják a dombot. Azon vannak a antennák, ugye? Cseretető. Nem, ja, az a cseretető. Tehát arra fele van a cseretető, ott van, azon van a... Ez meg a csótony. És az miért cseretető? Hát valamikor cserés volt csak annak a tetején. Ja, értem, tehát fák voltak az a rajta. A domb, itt van, az hódos bérce. Azt tudom, a hódos bérce, ott voltunk már egy párszor, ott nézem is. Onnan szép a panoráma az egész kászonokra. Igen. Valamikor a második világháborúban ott volt a front, az a bérce. Tudom, ott volt, vannak bunkerek is. A bunkerek nem vannak, itt lövészárkok vannak csak. Ja, itt lövészár. A lövészárkokot is úgy nem vettem észre. Hát ott azon a gerincen ott rengeteg van. Igen? Még látszik, így felett is már. Mi a manó? Kerekkoromban jártunk, ott rengeteget jártunk. Igen? Jaj. Hát parasztánbér gyermekei vagyunk. Jaj. És akkor ennek a domnak is van neve? Ez buta. Az miért buta? Bután született. Bután született. És ott annak a domnak... Templom fele. Tessék? Templom fele, úgy hívom. Templom fele. Templom. És a mögött is van arra fele, ahogy impérbe kell jönni. Onda születtem Tócsomba, és nevelkedtem Bután. Jaj, értem. Tócsomba, és nevelkedtem Bután. Jaj. Akkor van ott felfelé Fehérföld. Fehérföld, úgy hívják. Aha. Hegyestető. Hegyestető. Na, akkor jön, úgy hívják, Lénia, úgy nevezték el. Lénia. A Lénia vonal valami olyan, de miről nevezték el, azt nem tudom. Szóval van a Vargák, az egy erdő, az úgy hívják Vargák, a Katrosáig ott lemegy, van Katrosáig. Igen, tudom. Ott a Hódos Bérctől lefele majdnem Katrosáig elmentem, ott van egy eszten a Kutyás Lacinak. Lehet, így. Az van ott, neki vannak a juhai. Meg a juhászok ott fenn. Egy juhászok itt vannak a faluban is itt fenn, hogy menjünk ki a borvíz felé. Tudom, meg ott csordák is vannak. Igen. Hát szoktam kimenni oda na, hogy hívják Kelemen Istvánék, de ott van a borfeje. Szalutáris, nem úgy hívják? Na, Szalutáris vele. De itt mondják, hogy van másutt is borvízforrás. Igen, a Vereszéki. Na, azon ott még nem voltam. Oda hogy tudok elmenni? Hát mi csak ott benne a zajba elágazik az út. Aha, tehát ott a... Jobbra kell térni, de nem engedik oda be a területre. Igen? Jaj, értem. Turkóval fel kapcsolatot esetleg azt, ha beengedi, mert örök vannak, és az örök nem engedik. Jaj, igen. Aha. Mert a Szalutárisnál ott voltam már jó párszor, az is szép. Tudja, mi tetszik úgy a embereknek? Még ezt is elmondom, én is tudom, hogy a Fehér Kőit is régen, meg a Szalutáriszt is palackozták. Igen. És a Fehér Kői ezt tavaly úgy képzelje el, hogy vittem egy csoportot. Tartja a telefont, hogy látszódjak én is. Ne csak a marhák az úton. És
fölmentünk ugye a fejérkői borvízforráshoz, Szolnokról jöttek, és ott a sürgőségén dolgoznak. Igen. Elolvasták ugye, hogy mi van ráírva, igen, mi tartalmaz a víz. Igen, azt, hogy... azt mondták, Péter, ez a víz olyan, hogy egyből infúziónak be lehetne kötni. Képzelj el. Igen, igen. És az emberek megveszik a boltba, a nejlonpungába a vizet. Na ez a tehén, ez lemara. Ez tán csak nem a tiéd. Nem. Ó, jönnek még ott. Ó, de tényleg, basszus, azt a neki. Hát ez nálunk is ugye a Zoli, szomszédunk, aki alattunk lakik, Zoli, neki is van 11 néhány terne, de imádják a turisták, amikor eljönnek, hogy kolompolás, gyorsan telefon veszik elő, mennek ki és filmezik, meg fotózzák, igen, a terneket. A villanypásztoron túl meg juhok vannak, igen, de tavaly szamár is volt. Na azt is imádják az emberek, szóval. Visszakérném, jó, még filmezem még ezeket a terneket. Ja, azok meg hogy már mennek be. El kéne valami, mert a tűköt leveszik, mert oda menjenek. Ha kikerülnek, nézze. Ha vannak, nem olyan. Tessék? Átlépte a korlátot. De nézzél, nézzék, milyen... Ha nem olyan buták ezek a marhák, nézze. Na, az merre megy? Az leszedi a tükröt, vagy nem? Lehet. Nem, nem szedi le, az átlépte. Rossz helyre álltam. Elnézés, rossz helyre álltam a kocsival. Ja. Hoppá. Van amelyik, amelyiknek esze van, az kikerüli. Na, ez mit csinál? Reméljük, nem szedi le a tükrömet. Hát az én bajom lesz, bátyám. Hoppá. Meg reméljük, nem esnek. Egészség, Fagyas Péter, örvendek. Hány tehene van? 8 fejős. Tessék? 8 fejős. 8 fejős. És maga terelgette ezt, vagy... Villanypásztor. Vagy a... Villanypásztor. Villanypásztor. Na, megyek, arrébb állok én. Ennek. Hát itt van most a csorda. Tessék? Itt a csorda most. Hát, hogy érti, itt ritka vagy ez a... A világon így... Az biztos, az biztos. Tehát én is azt látom, hogy a Székelyföldön egyre kevesebb és kevesebb a csorda. Na, guk is a tehenekre várnak? Hát mi szoktunk így kijönni. Kos. Mi szoktunk jönni a csorda elé. Igen. Ki szoktak jönni önök is a csorda elé? Igen. Van tehenük? Nincsen? Akkor csak nézik a csordát? Csak. Nézik, hogy még jó sok, nem is tudom én, hány állat van ebbe a csordába. Hát egy 50 körül van, de ez csak egy része. Csak egy harmat. Uh-huh. Ez csak egy része. Jaj. A mezőre. Nincsen pásztor, amelyik állandóan válik járjon. Értem. Ezért vannak így bepat. Egészség? Szélre járnak. Mennyi tehén van a csordába? Tessék? 60? Na, még így is egy fotót készítek. Azért, ha eddig végignézted, akkor iratkozz fel, hogyha még nem iratkoztál fel, oszd meg a közösségi felületeiden, esetleg csatlakozhatsz is, támogathatsz minket egy liter üzemanyag árával.
És tartsatok velem máskor is. Szép napot kívánok nektek. Péter voltam. Dóri, meg Levi az erdélyi túráktól. Az erdélyi túrák magazinjait sajnos már újságárusoknál nem lehet megvásárolni. A kiadott 10 lapszámból 9 lapszám még elérhető, amit a honlapon keresztül lehet megrendelni.